Sziasztok, ez itt a Master Levels befejező része. Craniumtól a Black Tower. Már éppen ideje volt, mert több mint fél éve, hogy belekezdtem ebbe a végigjátszásba. És amiért ez egy ilyen különleges befejező epizód. Már kezdődnek a nyelvbotlások. Ezért én most itt beállítok egy olyat, hogy Fast Monsters és a Plutónia Midi Pack 22. zenéjét választom, mert szerintem sokkal jobban illik ide. Na, kezdjük! Revenant, ki segít engem? Nagyon rendes. Meg még elkérnék tőle egy szuper shotit. Jaj! Csodálatos találat. Oké, vissza kéne mennem éleszteni. Itt nagyon sok, legalább 8-9 első segélycsomag van egymásra pakolva. Szóval, hogyha pálya eleje nehéz lenne számotokra, akkor oda gyorsan szaladjatok vissza, és amint ide bejöttök, én szeretem ezt a pályát gyorsan vinni, szóval itt egy kapcsolót aktiválhattok. És következhet a parti. A kapcsoló az ott azt csinálta, hogy itt minden égtájon van egy-egy külön része ennek a helyszínnek. Ilyenkor akár még a pinkik is kihívást jelenthetnek nekünk, olyan gyorsak. De ezek a falak itt leereszkedtek, és konkrétan most az egész külső tér egybefüggő. És ez azért jó, mert a szörnyeket egymásnak ugraszthatjuk. Akár kezdhetjük is kiszedni őket, mert már a nagy részük így megszabadult egymástól. Jó. De fönt van ott egy kakó. Na gyere le. Oké, valahol még van egy. Nem tudom, hogy hogy kerültek annyira fölülre. Te jó ég, hol van? Talán, hogyha ide jövök, akkor lecsalogathatom. Ezen a pályán néha ott történnek furcsa dolgok. Arra számítsatok. Na jó, most már talán el tudom találni. Igen. Ők is engem, de... Ó, nincs túl sok életem. És pont 25 van, szóval innen megint 3 első segélycsomagot elhasználok. Talán még 2 maradt is ott. Annyira sokat nem sebződtem. Na. Most kéne egy olyat, hogy erre jövök. Ott látni egy védőöltözetet, azt szedjük föl. És jöjjünk ide le. Vannak lőszeres táskák. És most már megnőtt ugye a maximális lőszerünk száma. Szóval szedhetünk föl mindent. Nyomjuk meg ezt a kapcsolót. Illetve itt is lesz még egy. Hogyha a sima Ultraviolence-en viszitek, akkor ezt a berzerket simán használhatjátok arra, hogy a pinkikkel megküzdjetek, nem kell rájuk ammót pazarolni. Nekem azt hiszem ez ennyi volt. Szóval nem muszáj így csinálnotok, ahogy én. Lehet, hogy így különböző területeket csak külön-külön visztek. És úgy lehet, hogy egyszerűbb is, de szerintem így sokkal érdekesebb, meg izgalmasabb.
Oké, és most ezek után, hogy a két kapcsolót megnyomtátok, haladhattok felfele az első emeletre. Vigyázzatok, mert a berönök teleportálhatnak is. Az nekem nem lenne valami jó. De most nagyon együttműködőek voltak. És itt... egy titkos hely van. Nem akarom fölvenni a páncélzatot, az még pazarlás lenne, szóval folytatom. Ezen a pályán az ilyen... vizes dolgok, a teleportok, szóval... itt is vagyunk az első emeleten. Na, elnézést, egy kicsit köszörül a torkom. Telifregeltünk egy berönt. És... próbáljunk meg megszabadulni minél több Pinkitől. Ezeken a platformokon itt alapból csak impek vannak. De amint kiszedünk egy impet, megjelenik a helyén egy Revenant. Na, jó. Az ablakokon keresztül pedig jöhetnek be kekodémonok. Elég sokan vannak, és remélem őszintén, hogy mindegyik ide talál, mert van, amikor szeretnek bebagolni, illetve nem tűnök fel nekik. Most ott nem igazán látom, hogy vannak-e. Na majd remélem, hogy ők megtalálnak engem. Ojaj, Archvile. Megpróbálom ezt itt kiszedni. És figyelek közben a hangokra, mert mondom, hogy elég sokan vannak. Láncfűrész. Hát, Fast Monsters-ön köszönöm, de nem. Együttműködtünk a Revenant-el ott egy kicsit. Szegény kakónak esélyesen volt. Ó! Három oldalról egyszerre. Azért az is unfair ám. Jó. Archvile. Csak bújjunk el egy-egy rács mögé. Akkor nem tud eltalálni. Szóval nem a legnehezebb. És lehet, hogy valamelyik kekó elteleportált, szóval én visszamegyek. Aha. Ezt a Soulsphere-t megszerezhetitek, hogyha a lépcsőről leugrotok. Nekem most még nincs szükségem rá. Aha, ott is van egy. Na, használjunk egy kis chaingunt. Bár most, hogy belegondolok, későbbre is kéne. Szóval most még hagyom. Hát akkor kapcsoló time. Egy kapcsoló. Két kapcsoló. Három kapcsoló. Közben meg itt kekodémont hallok. Aha. És a harmadik kapcsoló meg... ezt a rácsot fölhúzta, de vigyázzatok, mert megpróbál titeket majd összenyomni az a rács, és... ó, ne! Igen, itt jól kell időzítenetek. Eléggé szemét csapda, mondhatom. Rosszul időzítettem, szóval ez lehetett volna rosszabb is, de... hát legalább túléltem. Visszamegyek egy kis páncélért. Hol van ez a... jó. Ott van egy megaszfír is, de azt még nem veszem föl. Ott van a teleport, ami a második emeletre visz föl minket.
Viszont előtte én még egy kicsit szedek fel ammót, mert ezek a falak is kapcsolók. Az összes ilyen platformra föl lehet jutni. Jó. És még ez is. Hoppá, elteleportáltam véletlenül. Nem így akartam. Siessetek balra. És itt felszedhettek egy jó kis plazmát. Jól időzítsetek, ez pedig idehoz föl titeket. És szerintem én ezek után fogok visszamenni a Megaszfírért. Bár előtte még lehet, hogy kiszedek néhány ellenfelet. Próbálom minél óvatosabban vinni, mert azért csúnya lenne itt elrontani. Elég sok a hitscanes egyébként, de van itt láthatatlanság is, szóval annyira nem nagy probléma. Jó, még egy találat és visszamegyek meg a Megaszfírért. Ó, egyébként itt az egyik titkos helyet elfelejtettem megtalálni, de még van rá esélyem. Na hát akkor, hogy is van ez? 200 élet, 200 páncél, szóval egy ideig még most rendben kéne, hogy legyek. Ennyi egyébként. Micsoda ízléstelen dekoráció. Mégis ki akar ilyet a rezidenciájába? Oké, a berserket majd később tudjuk csak megszerezni. Chain Gun Racket is kiszedte a splash damage. És ez az egész második emelet igazából csak Chain Gun Rackből áll. Mármint hitscanesekből. Fölvettünk egy éjjellátó szemüveget, amire szerintem semmi szükségünk nem volt, de azért a teljesség kedvéért miért is ne. Ennyi? Á, nem még közel se. Jó, egész jól állok szerintem. Próbálok ide jönni, aha. És itt nagyon jól ki tudom szedni az archvite. Hogyha kijött volna, akkor többször is újra élesztette volna a Chain Gunnert, ami nekem nem lett volna túl jó. Ó, türelmetlen voltam. Oké. Ez a sárga kulcs lesz itt a következő, megnézem, hogy mennyi életem van. Hát... Ó! Nem baj, megpróbálhatom én így. Soulsphere-t még nem akarom felszedni. Az probléma. Na, szerintem úgy kell ezt a részt csinálni, hogy amikor följön a fal, akkor ereszétek vissza. És nem. Na, valahogy így. És nekem nagyon jó lenne, hogyha a berönök egybegyűlnének. Mert akkor csinálhatnék pár jó BFG lövést.
Jó, fogjuk rá, hogy az jó volt. Egyet végül is kiszedett. Másikat is legyengítette eléggé. Na, még egyet. Na, az is jó volt. És most akár meg is szerezhetem ezt a Soul Sphere-t. Jól megy ez eddig. És ez az egész attrakció arra volt jó, hogy leeressze a sárga kulcsot valahol, amit már fel is szedtem. Na, ez az egyetlen hely, ahol a borostyán, vagy nem tudom milyen futónövény még zöld. Ez egy ilyen titkos hely. Viszont olyan titkos hely, amit azt hiszem, hogy kötelező megszerezni. Sokan mondják egyébként, hogy ez milyen unfair pálya már, hogy mennyi ellenfelet dobrátok, de őszintén nekem inkább voltak bajaim a kapcsolókkal, meg az út megtalálásával. Na, itt még van pár rakéta. És amennyire szeretek gyorsan vinni Doom mapokat, szerintem a következő részen nem fogok csak úgy átszaladni. Hú, ott két beröm van egybe, sőt három is. Nem baj, az levitte az életüket biztos. Oké, szóval megtehetnétek, és én sima Ultraviolence-en úgy is szoktam csinálni, hogy amint kijöttök a teleportból erre a... Ez a harmadik szint, ugye? Vagy már a negyedik? Nem, ez a negyedik szint. Akkor rögtön haladhattok tovább, mégpedig erre. És akkor később egyszerre szeditek ki majd az összes démont, ami úgy izgalmasabb lenne, de Fast Monsters-zel, hát kicsit necces lenne nekem. Itt két Archvile is van, akiket ne engedjetek jönni, mert akkor itt elteleportálnak és kezdenek mindent újraélesztgetni, szóval azt mi nem akarjuk. És már következik is a torony utolsó szintje, ahol végre találkozunk a Cyber Demonnal. Kell-e nekem plusz 100 páncél, mert hogyha nem, akkor nem éri meg fölvennem azt a Megaszfírt. Tudjátok mit? Nem veszem még fel a Megaszfírt. Itt eresszétek le a falat, és aztán én most megpróbálom speedrunolni ezt az egészet. Itt vagyunk a torony tetején, és nagyon sok démon lesz. Az a lényeg, hogy visszaszaladok, minden kapcsolót aktiválok, minden démon bespawnol, és én megpróbálom a sebezhetetlenséget minél jobban kihasználni. Nem ez az, hanem ez az. Itt egy kapcsoló. Haladjatok tovább. Ennek a jobb oldalán is egy kapcsoló. Haladjatok még tovább. Itt egy páncél. És itt a Cyber Demon. Még itt van valahol? Azt hiszem még itt van. De akadozik. Jó, kiszedtük a Cyber Demont, lehet... Nem, még ott van. De idegesítő az a Lost Soul. Na most, talán. Aha, megvan. Szuper. És még egész sok életem is van, szóval ha figyelek, akkor már nem fogom elrontani. Élet, ott van középen valami.
Jó, szereztem egy kis életet. Nem is figyeltem most a célzásra őszintén, csak próbáltam kerülgetni a lövéseket. A BFG még az impeket is kiszedte egyébként a bástyákon, szóval most így egyszerűbb dolgom van már, de igen, ez az utolsó szint. Kicsit nehéz lehet. Most még figyeljünk, hogy van-e itt ellenfél, aha. Ott még egy kakó készülődött, de talán ennyi. Igazából néha az arachnotronok sem spónolnak be, szóval itt lehetnek azzal problémák, de úgy tűnik, hogy most mindenki idejött, szóval remek. Egyetlen egy BMG lövésem van hátra. Lehetne egy kicsit több is, de őszintén kicsit fánikoltam itt, szóval nem maradt olyan nagyon sok. Na, itt volt a főmufti Cyber Demon. Minket sért az a folyadék, de neki úgy tűnik, hogy az csak egy jó kis fürdőzés volt ott. Oké, vissza. Ahol az előbb itt láthatatlan pinkikés. Jaj, ez nem fog tetszeni nekem. Láthatatlan pinkikés berönök voltak ott most. Jó sok pénelementölt találunk. Most felszedem már a Megaszfírt, és hol vagytok ti? Ó, de sokat beszpónoltok ide. Szerencsére a sok teleport az összezavarja Lost Soul-okat is, de attól még nekünk is lehetnek nehézségeink. Valami plazmát nem kaphatok? Köszönöm. Ez kellett csak. Na gyertek egy helyre. Megpróbálok minél többet egyszerre kiszedni. Na, valahogy így. Még valaki beszpónolt. Az most jelentkezzen. Oké, úgy tűnik, hogy meg is vagyunk. Szuper. Ezzel a kapcsolóval aktiválhatjuk újra ezt a teleportot. Vagy alapból lent is van. Még ilyet. Nem így emlékeztem. Ó, szóval ilyenkor fölmegy. Na, az a lényeg, hogy ezzel kell leereszteni. Nézzük, mi jön. Oké, riasszuk fel a kekókat. Szerintem itt még a chain gunt a legbiztonságosabb használni. Még több Lost Soul. Ó, beakadt. Igen, a Fast Monsters az olyan, hogy lehet, hogy gyorsabbak a szörnyek, viszont ez néha nekik a probléma, mert kicsit türelmetlenek. Jó, itt már csak pinkik, impek vannak. Mindkettő ibetűs, azért kevertem őket össze, jól van? Na. Nem, egyszerűen csak agyilag ki vagyok most. Ide jöjjetek vissza, és most már itt van a piros kulcs. És igen, igaz, hogy a főboszt azt már legyőztük, de még hátra van a visszaút. Látjátok, ott is egy kicsit greedy volt a ping. Keverem a démonokat össze és vissza. A keko démon, úgy értem. Meg a armort meghagyom későbbre. Gyátok mit ide, a chain gun egész jó lesz szerintem. Ó! Revenant?
lassan visszamegyek azért a páncélért. Viszont életből még van hátra egész sok. Annyira nem kell izgulni szerintem. Kék kapcsoló. Ez mit is csinált? Igen, ezt a kapcsolót nyitotta ki. Most pedig vissza kell találnunk ugyanoda. És itt van az a titkos hely, amit ígértem a pálya elején még. Ez kienged egy pinkit. És itt még egy titkos hely. Na. Vissza a páncélért még. Azt azért nem akarom csak úgy ott hagyni. Jó. Oké, remélem, hogy ez ennyi volt. Még azért körbenézek ezen a szinten. Hát, ha valakinek itt még van kedve hurutkodnia egy kicsit. Nem. Ez már szinte biztos, hogy... Ó! Aha. Épp amikor feladtam volna, itt még rejtőzködött egy Chain Gunner. Jól van. Na szóval... Egész sok a plazmám, szóval vissza. És itt jó sok imp van. Egész egyszerű őket kiszedni. Már hogyha van BFG-nk. Ó, és még jelentkezett egy... de kevés az életem. Jaj, de szörnyű. Oké, itt messziről kiszedem azt a kekót. És nagyon vigyáznom kell most a Chain Gunnerrel. Sőt, hogyha... Hogyha tudok, akkor vissza is teleportálok inkább rögtön. Remélem, hogy a láva nem fog annyit sebezni, hogy... Jó, nem sebzett a láva, szóval. Most élesztenem kell egy kicsit, mert... Nehéz rész következik. Talán ennyi elég, de ezen a pályán nem lehet eléggé biztosra menni. Szóval itt még én mindent összegyűjtök. Az viszont jó, hogy Mega Armorom még van. Anélkül a következő rész eléggé unfair lenne őszintén. És így is lehet, hogy lesznek problémáim, szóval... majd meglátjuk. BFG-ből... Van még... Jó, van elég BFG-m, szóval egy kicsit spamelni fogom. Mert amint visszamegyünk... Jó sok imp beszpónolt ide. Nem tűnt soknak, de volt vagy 8, és Fast Monsters-ön nagyon agresszívak tudnak lenni. Eléggé sötét van itt, de... Láthatjátok, hogy vannak egy páron. Lehet, hogy le is estek. Ez érdekes. Máskor ez nem szokott olyan jól menni, viszont segít, hogyha már a BFG-t azelőtt kezditek. Charge-olni mielőtt átjönnétek a teleporton. Na most már csak az lesz hátra, hogy megszabaduljunk ezektől a pinkiktől, akik igazából nem olyan nehezek, mert nem tudnak nagyon lépcsőzni. Azt hiszem, hogy valamelyik tud lépcsőzni, de igazából csak csapdaként vannak itt, hogyha türelmetlenek vagytok és leestek föntről, akkor így bekerítenek titeket és kicsit megharabdálnak. Viszont így tényleg csak legyetek türelmesek, mert egyszerre egy tud följönni a lépcsőn. Sima Ultraviolence-en nem olyan nehezek, de Fast Monsters-en ugye a gyors harapások miatt lehetnek velük problémáink. És az is volt az utolsó. Szuper. Azért megszerzem még azt a Soul Sphere-t, hogyha már itt van. Azt hiszem itt kéne előre gyalogolnunk. Aha.
Na, hogyha most elrontom, akkor az hatalmas csalódás lesz. Tudjátok mit? Még BFG is van. Oké. És egy csomó láthatatlan pinki. Hogyha türelmetlenek vagytok és egyszerűen csak lejöttök, akkor megharabdálhatnak titeket. És úgy tűnik, hogy két ellenfél valahol kimaradt. Törődjek én azokkal az ellenfelekkel. Őszintén valószínűleg egy vagy két kekodímon nem spónolt be. Szóval ezen a pályán vannak érdekes dolgok és még néha bugok is. Szerencsére olyannal nem találkoztam. Figyeljünk a hangokra. Valószínűleg a legfelső emeleten nem spawnolt be egy-két arachnotron. Bár a hangok alapján nem hallottam, de ezen a pályán simán történnek ilyen dolgok. Noclip-eléssel meg lehetne oldani simán, de szerintem nem olyan fontos. Ó, és itt még volt egy páncél, amit az elején nem vettem föl. Jól van. Jó tudni. Most, hogy mindhárom kulcs megvan, jöhetünk a pálya végére. És így ér véget a pálya, hogy belegyalogolunk a lávába. Érdekes befejezés, de nem kérdőjelezem meg. Na, ez lett volna a Black Tower. Néhány videót néztem róla YouTube-on, és úgy tűnik, hogy a legtöbben utálják ezt a pályát. Hát én nem értek velük egyet, mert szerintem ez az egyik legjobb Master Levels pálya. Jó, egy fél óra volt, igen. És ahogy mondtam, szerintem a játékmenet az kitűnő. Van néhány szivatós rész, de igazából a jó részek miatt az megbocsátható. Inkább csak azzal van a bajom, hogy a kulcsok és a kapcsolók néha eléggé értelmetlen helyeken vannak elhelyezve. És szinte a továbbvezető utat néha olyan nehéz megtalálni, mint hogyha titkos helyek lennének. De ez lett volna az utolsó Master Levels pálya. Hát, jó így befejezni végre. Kedvencem szerintem továbbra is Dr. Sleep, viszont Craniumnak van két nagyon erős pályája, a Bloodsea Keep és ez, a Black Tower. Na. Gondolkoztam azon, hogy így összefoglaljam most az összes készítőt, meg hogy mit gondolok a Master Levelsről. Szerintem nem olyan jó, mint például a Plutónia Experiment, vagy a többi megavad, ami akkoriban megjelent. Vannak jó pályák, rossz pályák. Nem, őszintén rossz pályák annyira nincsenek itt. Csak átlagos pályák. Illetve, hogyha nagyon kritikusak akarnánk lenni, akkor mondhatnánk, hogy például a Mephisto's Mausoleum az egy rossz pálya. Meg az Express Elevator to Hell, de pályának nem rossz, csak idegesítő. Ezt viszont tényleg nem értem, hogy miért utálják annyian, mert nekem az egyik kedvencem. Na, kicsit rekettes volt, amit most, és hát remélem, hogy nem lesz túl idegesítő ez a videó során. Kommentár talán még vállalható. Na, nem tudom, hogy különböző más Doom végigjátszások lesznek-e még. Gondolkodtam, de szerintem most egy kicsit szüneteltetni fogom. Most másokra fogok koncentrálni. Na de, következő videóig, sziasztok!